Sziasztok, PC Guru nézők! Itt ülünk a Bakelit boltban, zeneboltban, Kristóffal, Steel Saint-tel, Hello, és hát sziasztok! egy brutális legendát fogunk most így az évfordulója alkalmából elővenni. Sőt, mivel hogy október van, közelek Halloween, innentől kezdve lényegében horror, vagy pedig horrorisztikus játékokat fogunk elővenni elég sűrűn Igen. következő egy-két hétben. Tehát ugye mondtuk, hogy nem leszünk sikoltozós youtuberek, ez hazugságnak bizonyult. Kezdjük is a De rettegést. valószínűleg mondjuk a Brutal Legendnél maximum az örömtől fogok sikongatni, tehát ez a abszolút jó lesz a normál. Tehát én nem tudok a Brutal Legendről mást mondani, mint az, hogy egy ilyen iszonyat fanservice, tényleg ahogy azt így Tim elképzelte, a megelevenedett metal bakelit borítóknak az egyvelege. Igen, tehát amúgy elég csak ránézni akár a start menüre, amit ott ugye az előbb mutattunk, akár ezekre az átvezetőkre. Tényleg minden porcikájából árad a metal a játéknak, úgymond. Hát meg milyen zseniális a soundtrack is, tehát az Enslaved-ig minden van benne tulajdonképpen. És hát ugye meglepetés karakterként, annyira most már pláne nem. De hát ugye Ozzy Osbourne, Lemmy nyugodjék békében, kik vannak benne, Rob Jack Halford. Black benne van az Hát összes rohadt ő a főszereplő, indítás. igen. Az meg a másik, hogy az indításnál is mindig. Lita Ford, tehát hogy ilyen iszonyat kult zenészek is vannak benne. Tehát egy ilyen, a hibái ellenére mondom azt, tehát hogy tele van hibákkal azért, kisebb-nagyobb darabokkal, vagy problémákkal, ugye a stratégiai része például nem az igazi, de ettől függetlenül is egy mestermű a maga nemében. Hát meg elég egyedülálló, tehát egyedi, nagyon egyedi. Ilyen megelevenedett metal borító az nem sok van a játékpiacon, úgymond. Igen, filmben is csak tulajdonképpen tavaly, vagy tavaly előtt a tavaly. Mi volt az? Na, ezt is hirtelen akartam mondani. Mandy. Mandy volt az, ami egy megelevenedett borító volt. De hogy így igen, nem túl gyakori. És hogy erre az EA pénzt adott, illetve hogy támogatta és kiadta, ez egy ilyen... Tehát az időszakában pont ez volt, tudod, az a pont, amikor az EA így kísérletezgetett. Persze egyik sem lett kassza siker, viszont tök jó játékok jelentek meg náluk. Igen. De hát azon a korszakon kvázi akkor végig fogunk menni, mert hát... Tulajdonképpen kis ilyen érdeklődés felkeltésére majd a halott tűr is lesz valamikor. Tehát... Na, ott fogunk sikoltozni, ott, szerintem. Ott fogunk, igen. Hát mondjuk így levett hangerővel annyira nem vészes. De igen, tehát, hogy ez... Na jó, ez elnyomom. Még abszolút... Nem nyomom. Nem. A metált nem lehet leállítani. Meg amúgy is mindjárt vége van. Tehát azért nem viszik túlzásba itt se a történetet. Szerintem sipoljuk ki meg a... YouTube az. Hát jó. Nem kedveli. Gondolod, hogy ebből is problémát csinálnak, hogy a játékban mi van? Hát nem tudom, én nem bízok bennük. A szemük se áll jól. Meg amúgy is sokkal viccesebb, ha kisípolod. Mondjuk mi semmit nem fogunk belőle hallani. Ja, most se hallunk semmit. Én igazából ez így... Tehát a fele a játéknak nem jön át. Mert hogy itt ugye azért tényleg az a lényeg részben, igen, hogy folyamatosan szól a metal. És tényleg nagyon jó a soundtrack. Igen. De hát amúgy maga a játék mellett se gáz, vagy hogy... Hát abszolút nem. De hát, hogy vállalható teljesen, sőt. Nagyon szórakoztató. Hát egy ilyen hack and slash lényegében, egy nyitott világú hack and slash, amiben járműt vezetve lehet zúzni mindenfelé, és akkor mellé még néha bejönnek ezek a taktikai, stratégiai részek. Hát már mondjuk azokat ügyesen elrejtették, vagy hogy mondj. Ja, vannak azért. És sokan utálták egyébként pont azt mondjuk, az mondjuk, elemet. Mondjuk megértem, vagy... Tehát kicsit talán stílus idegen egy ilyen metálos felkenszlástől. Én örültem annak, hogy van benne valami extra. Tehát olyan volt, mint annak idején mondjuk az Actraiser vagy a North and South, hogy így keverték benne a dolgokat, és az nekem tetszett. Igen, amúgy nagyon nehéz megtalálni azt a
réteget, vagy azt a sávot, amikor valaki még érdekes újdonságnak hat, és már nem húzza, nem szúrja a rajongók szemét, úgymond, akik egy műfajt így a saját kis hermetikus zárt világába szeretnének látni. Hát ez a körülhettek például a Nier Automatának, ahol így 5 percenként változott a műfaj lényegében. Annak én is örültem. Ho-ho-ho-ho. Az viszont maradhat. Hát az. Mindenképpen. Igen. Azért, ha már a soundtrack nincs, akkor... Igen, tessék. Igen, tehát nem életlenül megkérdezték. Van némi sötét humora is a játéknak, úgymond. Meg vér benne. Igen. Na hát ilyen szempontból illik a Halloweenünkhöz. Hát ilyen szempontból teljesen. Meg hát mindenki feketébe öltözött. Démonok, pokol. Azaz. Metal. Már csak egy felgyújtott templom hiányzik itt valahol. Hát háttérbe rakhattunk volna egyet. Na. Ami lassan már kezdődik szerintem, azon gondolkozok. Jó lenne, mert zúzni akarok. Tehát, hogy ez a játék tényleg arról szól, hogy így vigyorogsz, Jack Black-et irányítod, mert ugye Jack Black volt, és hogy ő adta így az arcát. Hát az arcát. Meg a hangját is. A hangját, igen. Mondjuk a testénél már vannak kisebb eltérések, ezt szemfüles olvasóink majd észrevehetik biztosan. Egyébként kíváncsi vagyok, hogy mennyiért vállalta ezt, vagy hogy vállalta. Az elég felkapott volt akkoriban. Hát most is az, nem? Vagy az ének neki még van neve. Sőt, most már YouTube-on is hasít. Vagy Twitch-en. Nem figyelem egyébként így a munkásságát. Nem voltam odaérte soha. Egyedül a Brutal Legend az, amiben így azt mondtam, hogy ez így volt kitalálva. Tehát, hogy ez... Hát nagyon illik amúgy. Nagyon. Tehát, hogy a szövegek is, amikben most semmit nem hallunk, de... De nagyon viccesek. És hát igazából tegy az egész világba nagyon jól belesimul maga a karaktere. És hogy mondjam. Na, és eltelt 8 perc, úgyhogy végül is nem tudtam, és szokás szerint átállítom a dolgokat. A lényeg. Jó. Igen. Na, és akkor most mi is azt fel kell venni ott. Igen. És jöhet a zúzás. De ez is ilyen iszonyat metal. Szeparétó. Igen, tehát hogy azért maguk a nevek is elég találóak, úgymond. És hát ugye látjuk, hogy bekapcsoltuk a gore funkciót, vagy... Tehát, hogy az nem hazudott a játék, amikor megkérdezte, hogy akarunk-e ilyet? Úgy látom, a fizikát alacsonyan is bekapcsoltuk. Szállnak. Alacsonyan szállnak a kultisták. Vihar pokol lesz. Ja, hát gitárt azt nem hagyjuk ott. Igen. Igen, és ez is, ahogy így játék közben így gitározik, és akkor nyomja így a sokkolást. Ritmus játékok is vannak. Sőt, a különböző varázslatok helyett is szólók vannak, azt hiszem. Tehát, hogy a mechanikákat, azokat nagyon... úgymond átszapták a metálra. És... Metál! Opa! Igazából mondjuk most még annyira nem látszik, de amikor majd elkezded lerombolni ezt a dómot, akkor megláthatjuk, hogy a teljes háttérvilág. De jó még. Igen. Na, hát igen, tehát hogy ez itt az úzás része az egésznek, hogy konkrétan szét kell verni a termet. Elképesztő, amit itt... Tehát a demója annak idején, ha jól emlékszem, akkor volt egy, ez a része demóként felkerült. Ja. És így próbálgattam, és ez a te jó ég mi ez, tehát hogy ez nekem kell, és akkor így vettem is egy. Amúgy megértem, mert nagyon összerakták a játékot magát is, de ezt a első részt, ezt különösen, vagy tehát ezt a felvezetést. Nem ugyan ennek még volt demója? Ez még igen, én úgy emlékszem, hogy ez a része, ez demóba megvolt. Hát csak ugye a mai világban hát, ez már különlegességnek mondható. Igen, ritkább. Érdekesség, igen. Azért még most is vannak. Hát most már bétának
divat. Nem, vannak demók, tehát a Steamen is azért fel lehet fedezni. Jó, amúgy tudom, igen, értem. Tehát, például ugye, amikor írom a két heti radar alatt, ott én is mindig átcsalálkozok, hogy a indie fejlesztők között azért még a mai napig divatos. Na, de amúgy... Itt most jó kis metálszól, ha jól emlékszem. Na, végig jó kis metálszól. Úgyhogy mondjam. Akkor ez felesleges megemlítenem. Meg hát ezek csontok, koponyák. Igen, mert amúgy tudom, hogy én nem vagyok az a kifejezetten templomgyújtogató metálrajongó, de hogy itt még nekem is nagyon tetszett a zene, és így simán el tudtam hallgatni akármeddig. Hát én meg eleve kedvelem a stílust, így mindegyik részét, tehát a Judas Priest-től kezdve a klasszikustól kezdve az Enslaved őrületéig. Hát akkor neked aztán tényleg ez volt a karácsony kvázi. De tulajdonképpen igen, tehát már azzal el voltam, hogy autókáztam, és akkor közben szólt a metal. Hát a legjobb része mondhatni. Jajaj. Ja, jó, pont akkor nem védekezek, amikor kéne. Hát azért okosan kell kitérni. Hoppá! Ajjaj. Hát, repkednek a fejek. Mit akartam mondani? Ja, igen, hogy egyébként ilyen nagyon metal játékból pont most jelent meg, vagy jelenik meg a Valfaris. Jaj, azt is meg. Nagyon igen. Jó. Az, hát annyi, hogy ez nem ilyen hack and slash, azt hiszem, hanem oldalnézetes. Hát talán oldalnézetes hack and slash lényegében, tehát hogy ilyen platformer akció. Aha. És valami elképesztően igen, jó. Igen, az... Már elkezdtem így, itt majd a Switch mixbe lesz majd, mint ilyen switches kis teszt, és brutál jó. Ezt nem, tehát amit abból láttam ilyen kiadott anyagokat, az tényleg az ilyen nagybetűs metal, tehát ez a hosszú hajú, kigyúrt ember egy ilyen hatalmas ágyúval áll és feszít. Amit úgy hívnak, hogy Hellhammer. Hajjaj. Tehát, hogy így a bátori Venom vonal az így egy az egyben megelevenedik benne, meg hát a zenéjét is. Kultikus zenész írta, úgyhogy ilyen black metal, thrash metal zenész. Aha. Nincs is jobb, mint egy kis thrash metal. Azt amúgy még hallgattam is ilyen 16-17 éves koromban, amikor a lázadó korszakomat éltem. Most pont lesz a Slayer-nek valami mozifilmi egyébként, így jut eszembe így a thrash metalról. Meg ugye nemrég volt a búcsú koncertjük, hát most már talán tényleg a búcsú koncert volt, azon kint is voltam. Most itt dobni. Mi történik? A vizét vesd be, a őrsetőt. Ja. El kell őket dobni. Aha, ja. Ugye, ha valami probléma van, akkor próbáld meg szétzúzni a helyet. Szia, cica. Igen, egy nagyon helyes kis... Hát legalábbis a maga idejében helyes, most már azért picit... Hát lehetne rajta felújítani. De nagyon kis helyes társunk is volt. Hát a szerelem kialakulóban ezt nem lehet megállítani. Természetesen. Minden metal borító kihagyhatatlan eleme a szerelem, tehát nyilván innen se hiányozhatott. Erről a Manowar tudna mesélni. Ott aztán folyton a lányok, meg a motorok, meg a démonok, meg a többi. Ja. Hát ez nagyon úgy hangzik amúgy, mint a metal country-ja. Ott meg ugye a lányok, a pick-up-ok és a szomorú elhagyottságérzések hamarok. Ezeket a motorokat nem tudod a fejükre dobni? De valami rémlik, hogy valami... Azzal az út... De mit csinálsz? Fel lehet venni a társat. Ja, hogy a csajt lehet hozzájuk igen. Dobni. Ja, igen. Na hát. Na, azért lassan így kiderülnek a dolgok. Azért csak vissza. Hát én megmondom őszintén, én akkor játszottam vele utoljára, amikor megjelent a játék. Tehát, hogy így abszolút nem emlékszem. Hát akkor ez tényleg... Ez mi ez? Metál azok. Ja. Te csak itt zenélgetsz. Én csak itt zenélgetek, persze. Hát most mit szórakozzak? Igen, és akkor itt is itt lehet eltanulni talán... Hát itt a szólókat tanulod meg. Aha, igen. De még van egy ellenség ott által. És addig nem lehet, jó. Hát akkor... A béke az nem opció. Ez soha nem is volt az. Én gondoltam, meghallgatunk valami albumot együtt. Most jönnek azok a kombók, amiket aha. Soha senki nem fog használni. Hát, egyébként valószínű. Főleg itt ilyen 30-40 perc alatt nem ezzel fogunk. Igen. Ez most nem egy Brutal Legend deep dive lesz a
különböző mechanikák gondos ismertetésével. Pedig táncszörnyegen azért azt is végigjátszhatnánk közben. Mindent végig fogunk. Az lesz a szilveszteri külön kiadás. 24 órás táncszörnyeg stream. Nincs. Nincs, de most oda kell menni az ajtóhoz. Hát de én meg akarom tanulni végre a kombómat. De ki kell nézni, hogy miért tanulod meg. Hát itt Istenem. Ez egy komoly történetorientált játék, itt nem húzzák az időt. Az. Na, jönnek a templomos lovagok a vakhalottak szériából. Ha már a... De ezeket mindig hiányolod. Igen, hát hogyha már a Blasphemous-ba nem tették bele. Na, eljutottunk ideig, hogy amit az indie de fejlesztők nem voltak hajlandók megcsinálni, azt az EA bevállalta 10 évvel korábban. Tehát... Lehet, hogy ezért nem akarták már a Blasphemous-t. Most megtanultam, nem tanultam? Mit szerintem történt? Már most írta a könyv, mit kéne nyomni, hogy... Hát jó, hogy nem figyelek ilyenekre. Apróságokra nem adunk. Aha. Várjál. Szerintem, ha billentyűzettel nem lehet megcsinálni, hogy nem. nem írja ki még egyszer, hogy mit kell? Nem, semmit nem ír ki. Ez például egy hiányosság azért, hogy... Nem, mert itt volt, csak nagy gonosz halottak. Itt. Na, ennyi. Csak sikerül. És akkor most jön a Guitar Hero betét. Jó, hát egy picit... Ugye egy ritmus játék is egyben. Egy picit azért az ilyen, hát visszafogott. Na, akkor most lezúzok mindenkit. Most aztán átadom. De meg kéne építeni a kocsit először. Ja, mert hogy most kell, szóval tényleg. Mondom, hogy nem emlékszem semmire. Milyen jó, hogy tegnap azért ránéztem. Ja, hát igen, aki már így fel van készülve, és tudja, hogy mi történik a játékban. Hát most... Arról is forgathatunk YouTube videót, hogy 20 percig állunk egy helybe, és próbáljuk a logikai feladványokat megfejteni. Szerintem az tök jó volna. Majd olyan. Majd a Dead Space az olyan lesz. Hát... Nem, hát... Nem, főleg nem az eleje. Én aztán biztos nem merek kimenni sehol. Nem azért vittem menni. Végig annak idején, hogy még egyszer le... Nem, amúgy nyilván nem. Majd ott is a... bosszoknál cserélünk. Ó, igen. Az esetem pont, mármint a valóságban. A bosszok? Nem. Nem ez a típusú ja. Leányzó. Igen, tudom, hogy Jack Black nekem is bejön. Mondom, leányzó. Tudod, kinek a papné, én maradok azért ott a hölgynél. Hát a metálosoknak hosszú haja van, ez nehéz szétválasztani. Én azért szét tudom választani. Jó, hát gyakorlattal biztos könny. Jó kis fekete pólós, bakancsos. Ott a lábasokat ki kell kerülni, arra emlékszem. Igen, azokban elakadunk. Ezt annak idején itt a leszakadó hídnál nagyon szerettem őket. Villámok, tűz, csontok. Igen. Szétfröccsenő kultisták. Hát minden, ami egy fantasztikus klasszikus metal koncerthez kell. Fantasztikus, de tényleg még ma is. Amúgy igen, tehát van egy olyan durva hangulata, főleg, hogyha hallod a zenét. Hát ez az, hogy még a zenét sem halljuk, és még így is tökre élvezem, tehát, hogy... Hát igen. Igen, így... Na, eljutottunk a problémás szakaszra. Át akartam menni a két lába között, csak nem sikerült. Szerintem nem lehet. Hát... Vagy lehet, mert... Ha sose... lehet, ha nem... Sose... Na! Akkor én most át... Na, akkor kezdődik. Na most mi van? Ja, ez még a... Ugye mindig hiányolom a fő ellenfeleket, hogy mikor átadom Kristófnak a játékot. Annyit elárulsz, hogy mi a gáz és mi a fék vagy. A jobb oldali a gáz, a bal oldali a fék. Mármint ravasz. Sejtettem. Y, eddig jó. És ez a gitár? Át okay. Kell állítanod majd a kamerát. De lehet, hogy nagyon jó eddig. Igen? Hát... Jó, mondjuk nem nagyon kellett megforgolódni. Aha. Hát a blokkkal nem foglalkozom. Na, én sem szoktam. Okay. Mi az a blokk? Tehát, hogy... Na, melyik a... Nem? Oké. Okay. Nagyon jó. Valószínűleg most lesz majd átállítva a villám gyorsan. Ajjajjaj. Ó, rád emlékszem, barátom. Mondjuk ez még annyira nem vészes. Nem, hát ez ilyen kis bemelegítés. Igen, hát azért mondhatni, hogy ennél például a kamera nézet a igazi fő ellenség, legalábbis tegnap azt vettem észre. Igen, az a szívás. Ugye a kamera az szeret
Ajaj. És megint nem olvastam el a tippeket. Én sem szoktam. Nem tanultam itt a... A tippek a gyengéknek valók, ne haragudj. Menni kell, nyomni kell, és akkor majd jó, valami eddig, lesz. Eddig jó. Az a fék. Az annyira nem izgat. Aha. Oké. Okay. Csak megvan. Nézőink közül hányan játszották végig, illetve hányszor játszották végig, hogyha kifejezetten szeretik például a játékot. Mert szerintem biztosan van, aki azért többször is lenyomta. Igen. És ne felejtsétek el kommentben megírni, hogy nektek mennyire jön be a Need for Speednek ez a gótikus vonulata. Tényleg, ha már ilyen. Tényleg, amúgy. Lehet. Lehet. Úgy, nem sikerült eltalálni, mi? Nem. Igen, ott el kéne. Igen. Na, na. Mondjuk itt azért így az illesztéssel vannak kisebb nagyobb problémák. Pedig ez... Hát te mit művelsz? Barátkozok a kontrollerre. Na, na! Távolról. Közelről sem megy. Mi a? És mit csinálunk? Ezt meg fog enni. Véged van. Nem, még csak üvöltözik. Az még elfogadható szerintem. Én nem szeretem, hogyha üvöltöznek velem. Addig jó. Főleg, hogy közben ömlik mindenki, hogy már a szájából. Támadt, oké. Okay. De! Neki kell ugye ezért nitrózni. Nem, szerintem az is jó, hogyha... Jó. Oké. Okay. Nincs kedved ezt megcsinálni még? Őszintén megmondom. De tényleg nagyon régen. Most hát csak el kell találgatni a kis csápjait igazából. Megint azt, hogy nem az elmélettel van baj, hanem a gyakorlattal. Tehát amikor rád vetődik, akkor nitrózol. Utána benyomod, igen. B-vel kézifékes kanyag, és neki mész a csápjainak egymás után. Persze, még kézifékezzek is, meg mit tudom én. Igen. Na hát a első boss. Az. De te ezt lenyomtad mostanában, nem? Tegnap, igen. Azért tudom, hogy mit kell csinálni, de billentyűzettel voltam. Tehát... Ja, értem. Aha, látod, most egyet eltaláltál. Már csak kettő olyan kis izéje van. Hát de hát ez tök egyszerű. Hát ha tudod irányítani kontrollerrel a dolgokat, akkor valóban... B-vel kell gyűlöm. Aha. Na. Idáig voltak egyszerű, na. Nem? Nagyon most van ez is. Most mindkettőt elvitted? Nem. Hát egyesével lehet szerintem csak. Nem, azért mert olyan vonalba voltak, te meg áthajtottál rajtuk. De hát azért igen. Ez ugye a metáborítók Dark Souls-ait meg kell küzdeni a fő ellenfelekkel komolyan. Nem is emlékszem egyébként később mik vannak. Én se, hál' Isten. Azt tudom, hogy az a stratégiai vonulat van. Aha. Hát igazából, hogyha ameddig én eljutottam így próbálgatás közben, volt egy bánya, ahol a szenet kellett rádobnia. Köszönöm. Nincs. A illetők. Szia, cica. De, igen. Igen, mi pont most beszélgetnek a French Kissingről, ha jól emlékszem. Ugye mondja neki, hogy már a szörny az már nem fog ilyesmit csinálni így nyelv nélkül. Ajjajjaj. Ezeket nem lehet elnyom. Hoppá, sikerült. És akkor mivel lehet? Egyszer a kettő. Úgy. Aha, na megy ez. Illetve, hogyha a kombót, szólót akarod előhozni, aha, akkor meg jobbra vasz, és akkor úgy kiválasztod. Jó. Azért csak megy ez. Bebizonyítjuk, hogy nem is kellenek a ilyenek a tipjei. Na. És akkor most jön a kedvenc részem, aminek megint 6-szor fogunk neki futni, mert kontrollerrel vagyok. Innentől már teljesen újdonságként van számomra így minden történés, mert hogy nem emlékszem semmire. Hát most jön a híd, ugye? A klasszikus. Nem emlékszem a hídra, talán valami nagy ugratás? Más lenne. Aha. Hát ja. Ugye omlik szét a híd, és azt fogjuk látni, hogy miért nem kontrollerrel játszok Need for Speed-et. Most mindjárt megtekintjük a nagyon egyszerű és prózai okokat. Na, oké. Okay.
De a stílus, tehát, hogy így azért Amúgy tényleg. brutális, igen. Tehát, hogy ez a egész, izé, hogy esik szét minden, ugye, Villámok, vihar, tűz. villámok itt a ősi kőből faragott dolgok, tehát, hogy abszolút a nagybetűs metál borító, vagy hogy mondjam. De hát, ahogy mondtad amúgy, tehát tényleg azért elég ránézni, és már látszódik a teljes stílusa mindene. És már kinyílik a Wow. gitár a zsebemben, tehát hogy. Az. Igen. Mi egyébként a kedvenc EA játékotok, ami ilyen különleges, és mondjuk egyszeri IP, vagy pedig új IP volt a maga idejében? Neked egyébként melyik? Vagy te Melyik? Hú, tudsz hát, ilyet? ez jó kérdés. Jaj, amúgy hülyeség, Titanfall 2. Az Hát így, akkor az Titanfall lényegében. Titanfall, igen. Hát az egy, az annyi, az megsincs amúgy, viszont a kettő, az tényleg zseniális lett, tehát. Mondjuk érdekes, mert én például az elsőt azt nagyon vártam, megvettem egyből, nagyon sokat nyomtam, és szerintem az volt zseniális, és utána a kettő már nekem annyira nem tetszett. Az érdekes. Nem, szerintem az egyből amúgy nagyon, nem tudom, az kicsit olyan üzének érződött, olyan tapogatózónak talán, vagy nagyon kísérletezőnek. Nem És éreztem úgy. én úgy éreztem, hogy a kettőre tisztult le a formula. Vagy hogy mondjam. Vagy lehet egyszerűen csak nagyon túlértékeltem Beatty-nek a jelenlétét és a beszólásait. De... Nem tudom, én úgy voltam vele, hogy az egy az úgy volt, tök jó, hogy volt. Jó, lehetett volna egy kicsit több pálya, meg ilyesmi, de egyébként teljesen jó volt, nagyon jól működött. Most És már hát. hogyha valaki tényleg nem akart sunyogni, meg beülni egy sarokba, Aha. akkor tökéletes volt a játékmenet, mert soha nem állt el meg. A második részben már belevittek olyan elemeket, hogy rengetegen kuksoltak egy-egy sarokba például. Hát mondjuk én olyanokkal nem találkoztam. Fúj, rengeteggel. Besniperkodtak valahova, és akkor mint hogyha a Aha. Call of Duty-ztak volna 100 méteres pályán, ugyanúgy bent ültek valahol egy olyan játékban, ahol megint csak mint a Black Ops-nál az volt a lényeg, hogy futkoss a falakon, meg repkedj, meg nem tudom mit Hát csinálj. meg hívd le a titánokat. Igen. És akkor ott Igen. üldögéltek valahol, és Hát láthatatlanná váltak, mondjuk tehát ez annak a... úgy tényleg nincs sok teteje, sőt, javája oda kell menni. De közben azért ugye itt már láthatjuk a nyílt világot is. Tehát, hogy azért nyilván nem a mai nyílt világú játékokkal vetekszik a mérete, de maga a felépítése az például szerintem teljesen jó. Persze, meg Meg a ahogy lehet itt dizájnt is. elgázolgatni a kis izéket. Hát itt is a dizájn, tehát hogy így Aha. ezekkel a mindenféle szobrokkal, Igen. egyebekkel, tehát ott Hát is volt ez a nagy vaskereszt például. igen, itt ugye a hatalmas kard, tehát... Az egy az egyben ilyen Manowar és társai. Igen. Na és ugye most lehet újabb szólókat tanulni. Legalábbis Egy kis remélem. gitár a háttérben. Itt a kardok. Tényleg. Rohadt jó. Teljesen így nagyon egységes a dizájn, és nagyon el is van találva, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy tényleg egy nagyon elborult világ, de egy abszolút egységes összeálló. Egyébként nagyon tudom javasolni azoknak, akiknek kimaradt, hogy most essenek neki. Steamen ugye meg lehet venni. Szerintem bőven megéri az árát. Főleg aki mondjuk így picit is vonzódik a műfaj iránt. Tehát Igen. akár a játék, akár a zene, vagy mind a kettő. Akár a sündisznók elgázolása. Szegények, mondjuk őket nem bántanám annyira. Ja, de muszáj volt egyébként. Muszáj, ezek ellenségesek? Mert... Szerintem igen, meg nem tudom, hogy mint hogyha valamiért muszáj lett volna, tehát lett volna valami feladat, vagy valahol tele lett volna vele minden. De azt tudom, hogy kellett azért valamiért. Talán, Hát nem tudom, ha jól én emlékszem. igazából csak a saját irányításbeli képességeim hiányát, hogy mondjam, annak köszönhetően találom el őket mindig, és akkor itt Meg egyébként, hogyha van még olyan tippetek, hogy mi az, ami ilyen metal játék, a Valfaris készítő, talán a készítőinek a korábbi játéka volt az, amiről írtam is többször, ami megjelenésénél nem volt jó, aztán utána kipofozták, az egy ilyen fantasy hack and slash volt, de ugyanúgy hasonlóan volt megalkotva, mint a Valfaris, illetve hogy valami még más egyébként, amire most így nem emlékszem, vagy pedig elkerülte a figyelmem.
Ez jó kérdés, mert én sem tudnék mondani nagyon ilyet. Most nem rémlik egyébként, hogy egyáltalán, hogy mi lehetett még ilyen. Ez is ugye A a fiúk a bányában headbangerek, dolgoznak. igen. Szó szerint. Ja. És akkor... Hú, de sötét ez itt. Na. Most fogadod fel őket? Aha, na most meg tudják, mi az a metal. És akkor itt beállnak a csapatba. És aztán most jön a stratégiai rész talán. Amikor küldözgetni kell őket. Már ez elég egyszerű vagy. Róluk valamiért a Suicidal Tendencies jut eszembe, mert az énekes volt az, akinek így a szemébe volt húzva a kendő, és akkor a 90-es években úgy ordította meg, hadonászta végig a klippeket. Ja, hát a klasszikus. Igen, ezeket most kihagyjuk. Aha. Uh-huh. És akkor ugye ezekkel lehet majd itt a későbbi pályák során menni. Hát esküszöm, lenne egy kis időm, meg energiám, ami aha, általában nincsen így a rengeteg tesztelnivaló meg egyéb dolog mellett. Itt kezdődnek a problémák ennél a két részénél, a felsorolás, az időnél is a energiánál. Tehát. De nagyon szívesen nekiállnék újra. Hát amúgy nagy, tehát ez tipikusan az a játék, ami jól öregedett, úgymond, vagy... Igazából nem is öregedett, olyan, mint annak idején volt, tehát így egy az egyben, hát nem érzem azt, hogy... Ránézésre azért látszódik meg bármi, de tényleg, tehát... Na jó, de hát egy 10 éves játéktól nincs is olyan elvárás. Persze, amúgy nem is azt mondom, hogy milyen gáz, hogy így néz ki, csak hogy... Látszódik rajta az idő, persze, mai... de ugyanolyan élvezetes, meg szórakoztató. Gyertek ide. Így erre gondoltam igazából. Persze. Zúzzatok! Azaz. Hát itt a három alaptámadás, hogy követ, megáll meg, hogy előre megy. Azaz. És a kis minyonok szaladgálnak aztán. Igen. Zúznak. Hát pontosan. Igen, de azért ezeknek is a kinézete. Mert azok a nyakizmok például azért elég brutálisa. Na jó, hát valamivel kell bengálni. Igen, ez biztos. Azért egy-egy koncert után nekem is fájt a nyakam régen. Ja, te is így néztél ki annak idején? Igen, persze. Pontosan így. Ilyen jó kis csukjás íz. Pont így. Ja. Az évek során így ja. Amióta lement hasra. Amióta nem a bányában dolgozom. Na. És aztán itt lesz a következő boss, talán hát boss, úgymond. Amit szerintem már meghagyunk a nézőknek. Így igaz. Mert nem kell sokáig nézni, hogy én szerencsétlenkedek itt a kontrollerrel. Meg igazából ezzel csak így a kedvet hozzuk meg a játékhoz. Remélem, hogy sikerült egyébként. Mert tényleg igen, amúgy csak pozitívumokat megég, tudok mondani. Ha nyilván már nem is annyira drága. Úgymond. Hát nem egy mostani kategóriás játék. Abszolút, tehát hogyha ha van hozzá kedvetek, vagy bármi, tényleg simán megéri a streamről letölteni. Ha az van. Abszolút. És akkor ugye ne felejtsétek el megírni, hogy nektek bejött-e ez a játék, játszottatok-e ezzel egyáltalán. Tudjátok-e, hogy mi az a heavy metal? Illetve ha az, amit a Digiben szoktak játszani, nem? Igen, a Fluor Tamás, egy kicsit az, drágában. Akkor metal rajongó vagyok. Igen. Az az. Jó, igen. Ja, semmi, csak a szokásos, hogy iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt. Ezt majdnem elfelejtettem, mert ugye van ilyenünk is, ami megjelent. Ja, van egy most magazinunk. Van egy magazinunk, van címlapja, van benne... Nagyon fekete a címlap, igen, metálos. Tényleg metál borító. Igen. Trójai metál. Klasszikus folk metál. Hát ez amikor becsempészik a füledbe a dallamokat, tehát itt nem a falu, hanem... Hát a görög folk metal, vagy nem is folk, power metal. Power metal. Na, ezt meghallgatnám. Köszönjük, igen, hogy néztetek minket, iratkozzatok fel, ahogy Kristóf is mondta. A csengőt, azt ne felejtsétek el, az nagyon fontos, mert akkor szól a YouTube. Legközelebb fogok hozni a csengőt, és itt fogok csengetni. Egész végig. Egész végig. Fél órás csengető stream.
Szerintem mindenki mondjuk jól fog szórakozni. Az elég ijesztő lenne Halloween alkalmából, csak így ülünk, nézzünk a kamerába üres tekintettel, és rázzuk a csengőt. Jó. Szerintem még találkozunk, és talán nem csengővel, meg üres tekintettel. Köszönjük, hogy néztetek minket. Sziasztok! Sziasztok!